Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Jela Jászmin Krisz vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Gyereket bántalmazott a szexádi férfi, súlyos sérüléseket szenvedett a 12 éves fiatal. Több ezer adagételt főznek naponta, Szexádon már a szeptemberi tanévkezdésre készül a helyi közétkeztetési cég. Zöldváros program, ütemterv szerint haladnak a munkálatok. Zéró tolerancia, a borásztársadalom 0,5%-es béralkohol szint alatt nem büntetné a sofőröket. A szexárdi nyomozók őrizetbe vették azt a 31 éves helyi lakost, aki egy 12 éves gyereket bántalmazott a játszótéren. Emellett egy biciklit is összetört. A férfi végül maga sétált be a rendőrségre és beismertetettét. Súlyos sérüléseket szenvedett az a 12 éves fiú, akit egy 31 éves helyi férfi bántalmazott Szexárdon a Veselényi utcai játszótéren. Emellett egy másik gyerek bicikliét is megrongálta. Az eset egy korábbi vélt vagy valós sérelmet követően történt, végül a fiú apja tett feljelentést a rendőrségen. Kollégáim azonnal nyomozásba kezdtek, és viszonylag rövid időn belül sikerült azonosítaniuk az elkövetőt, egy helyi férfit, aki azonban mindenféle rendőri idézés ellenére nem jelent meg a hatóságok előtt, eltűnt. Emiatt a tegnapi napon kollégáim kiadták körözését tartózkodási helyének megállapítása céljából. Ennek eredményeként a férfi végül néhány órán belül saját maga sétált be a szexhádi rendőrkapitányságra és elismertetettét. A 31 éves szexhádi férfit munkatársaim a gyanúsított kihallgatását követően őrizetbe vették. Őt egyébként súlyos testi sértés büntet és rongálás vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Az egyenruhások még vizsgálják, hogy történtek-e az eset kapcsán további bűncselekmények. A koronavírus járvány nem csak a kommunikációt és a kereskedelmet terelte az internet felé, de sajnos a bűnözők is átszoktak a digitális eszközökre, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence elmondta, hogy telefonon vagy online senki ne adja meg ismeretleneknek személyes vagy banki adatait. Kiemelte, különösen az idősek figyelmét szükséges erre felhívni. Ismertette, az elkövetők módszerei folyamatosan változnak és bővülnek. A szélhámosok előszeretettel alkalmaznak újabb és újabb trükköket. Rétvári Bence szerint ugyanakkor a hazai rendőri szervek is egyre éberebbek, és folyamatosan azon dolgoznak, hogy felszámolják ezen bűnbandákat, valamint kampányfilmekkel, plakátokkal és közleményekkel hívják fel arra az állampolgárok figyelmét, hogy hogyan szúrják ki, ha netes csalók akarják megszerezni adataikat, pénzüket. A munkahelyek megvédését, az infláció letörését és a bérek növelését nevezte a legfontosabbnak a magyar gazdaság szempontjából Orbán Viktor miniszterelnök pénteken. Elmondta, a kormány szerint az európai és a magyar gazdaság működését is meghatározza az orosz-ukrán háború, amelynek, ha vége lenne, a magyar gazdaság is a szebbik arcát tudná mutatni. Hozzátette, ebben a helyzetben a kormánynak meg kell védenie a munkahelyeket, amivel nem áll rosszul, sőt 70-80 ezer betöltetlen álláshely van az országban. A miniszterelnök azt mondta, az infláció elleni küzdelem után jön a növekedésért folytatott küzdelem, amit össze kell kötni a béremeléssel. Hozzátette, augusztus végére általános vélemény lesz, hogy a kormány el fogja tudni érni az évvégi egyszámjegyű inflációt. Több mint 3000 adag ételt főznek szeptembertől naponta a Szexádi Közétkeztetési Kft. Két konyháján. A menüsorban különleges diétás és mentes finomságok is szerepelnek. A cégnél már most készülnek a hamarosan induló tanévre. Tisztára mosva a hatalmas ipari edények. Hamarosan kezdődik a nagy üzem a Szexádi Közétkeztetési Kft. Konyhájában. A Tolnai Vármegye székhelyen működő oktatási és nevelési intézmények nagy része innen kapja az ebédet szeptembertől. Akkortól 4 óvodára, 5 általános és 4 középiskolára, a városi bölcsödére, az idősek otthonára, valamint nem önkormányzati fenntartású képzőhelyekre is főznek itt nap mint nap. Itt a diétás konyhán itt körülbelül 400 főre főzünk, bölcsödések, illetve az érzékeny ételallergiásokra főznek ebbe a konyhába. A nagy konyhába ott közel 3000 főre. Hát körülbelül ez a 3000, egy pár száz fő a stabil létszámunk, vagy az átlagos létszámunk, akikre főzünk.
Nyáron két hétre leálltak ezen a konyhán, ennyi idő alatt lehetőség volt kisebb karbantartási és felújítási munkák elvégzésére. Kéthetes leállás alatt tisztasági festés megtörtént, kisebb karbantartások, nyilván át kell nézni az eszközöket, hogy normálisan el lehessen indulni, tehát szeptemberben ne azzal kelljen küzdeni, hogy esetleg valami nem indul, vagy valaminek gondja van. Tehát ezekre ilyenkor van idő, ezekre a feladatokra. A szekszárdi közétkeztetési Kft-nél tehát minden készen áll ahhoz, hogy szeptembertől naponta több ezer adag ételt készítsenek el. A második ütemmel folytatódik a Majosi Kultúrház felújítása, jelentette be a helyszínen tartott bejáráson Filóné Ferenc Ibolya. Bonyhád polgármestere kiemelte, a közbeszerzési eljárás lezárulta tette lehetővé a szerződéskötést és a munkakezdést, amelyre hamarosan sor kerül. Az első ütemben megújult a tetőszerkezet és a fűtési rendszer, a második ütemben folytatódnak az épület helyreállítását, teljes felújítását célzó munkálatok. Filóné Ferenc Ibolya reményét fejezte ki, hogy nagyobb akadályok nélkül sikeresen megvalósul a beruházás, amellyel az önkormányzat teljesíti az ígéretét a Majosi városrészen élők felé. Felidézte, egykoron sok színes programnak adott otthont a kultúrház, bízik benne, hogy a felújítást követően újra a majosiak fontos közösségi találkozótere lesz, szebb napokat is látott épület. Bonyhád polgármestere arról is beszámolt, hogy a szerződés szerint 240 nap áll rendelkezésre a nyertes vállalkozásnak a kivitelezés befejezésére. Ebből adódóan 2024 áprilisában zárulhat le a beruházás. Továbbra is az ütemtervnek megfelelően halad a zöld város program. A tervek szerint mintegy 184 padot és 132 darab kukát helyeznek majd el a szakemberek, emellett összesen 5487 évelő és örökzöld facsemetét, és 9049 darab cserjét is elültetnek a Tolnai Vármegye székhelyi központjában. A héten már több mint 6500 négyzetméternyi térkő került a helyére Szekszárdon, és az egyes munkaterületeken mintegy 15000 kg burkolatot mozgattak meg eddig kézzel a szakemberek, amit ráadásul egyedi, a tervező által meghatározott minta alapján végeznek. Jövő héten tovább folytatjuk a térkövezést, addigra szerintem az időjárás is megfelelő ismételten ahhoz, hogy további több ezer négyzetméternyi térkő kerüljön elhelyezésre, és lesznek most már olyan placok, amiket szinte térkővezés szempontjából teljes készültséggel megmutathatunk. A munkálatok egyébként az ütemterv szerint haladnak, emellett a bíróság épületével kapcsolatban is történt előrelépés, és a vízelvezetéshez köthető fennakadások hamarosan megoldódnak, mondja az alpolgármester. Aki itt járkál a városközpontba, az most már nagyjából látja, hogy mit akarunk. Körvonalazódnak a végleges megoldásnak a formái. Köszönjük szépen a lakosságnak a türelmét, megértését. Nagyon-nagyon korrektül viselik ezt az építkezést, és hát előre szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a nagy felületek burkolása megtörtént, de ha majd a sarkok és a kisebb részek bevágásánál lesz egy kis porterhelés, arra is kérünk mindenkit, hogy viseljük türelemmel. A tervek szerint mintegy 184 padot és 132 darab kukát helyeznek majd el a szakemberek, emellett összesen 5487 évelő és örökzöld facsemetét és 9049 darab cserjét is elültetnek a Zöld Város program keretében. Az indulás óta átlagosan 7%-kal mérséklődött az árfigyelőben szereplő élelmiszerek ára, közölte a Gazdaságfejlesztési Minisztérium pénteken. A tárca közleményében felidézte a GFM szakmai támogatása mellett. A Gazdasági Versenyhivatal 2023. július 1-én indította el az online árfigyelő rendszert annak érdekében, hogy a piaci verseny fokozásán keresztül letörje az inflációt és megvédje a családokat az élelmiszerárak további növekedésétől. Az árfigyelő hatékonyságát mutatja, hogy az elmúlt másfél hónapban a legnagyobb üzletláncok között olyan árversenyt generált, amelynek következtében az indulás óta a 62 termék kategóriából 54 kategóriában átlagosan 6,7%-kal csökkentek az átlagárak. A borász társadalom 0,5%-es véralkohol szint alatt nem büntetné a sofőröket, a vélemények nagyon megoszlanak társadalmi szinten is.
A magyar borászok szorgalmazzák az enyhítést, mert szerintük a zéró toleranciát el kell törölni hazánkban. Ezt azzal indokolják, hogy évek óta csökken Magyarországon a borfogyasztás, valamint szerintük egy pohár bor vacsorához vagy ebédhez nem befolyásolná a vezetési képességet. Hosszú ideje lobbiznak ezért. Nemrég a közlekedési tárca azt közölte, áttekintik a szabályozást. Ezt nagyon nehéz belőni, tehát szerintem az ki fogja bírni, hogy nem vezet, aki inni szeretne. Eddig is így volt, itt is működik Szekszárdon is. Vannak mindenféle bérelhető autóktól kezdve bármi, ha inni akarsz, akkor megoldod, de tehát én nem törölném el, mert nem tudsz. Kinek van otthon mérőeszköze, hogy a 0,002 hol van? Nem fogja tudni. Hazánkban 15 évvel ezelőtt lépett érvénybe a zéró tolerancia, és azóta valóban kevesebb balesetet okoznak ittas vezetők, hiszen tudják, hogy a büntetés elkerülhetetlen abban az esetben, ha a szonda kimutatja, hogy történt alkoholfogyasztás. A vélemények azonban megoszlanak a lakosság körében is. Eszek egy pár falatot, vagy ebédel, és utána megiszek egy pohár bort és sör, szerintem az nem igazán befolyásos. Sőt, én még jobban vezetek, ha nem, már régen nem ittam, de nekem jobban legfekszem, ha iszok egy pohár bort. A borásztársadalom 0,5 ezrelékes véralkohol szint alatt nem büntetné a sofőröket. Takler Ferenc szekszárdi borász korábban úgy fogalmazott, hogy kedvezőbb adózással és egyéb kedvezményekkel lehetne segíteni az ágazatot, és nem egy olyan szabály enyhítésével, aminek feloldása beláthatatlan következményekkel járna. Én, mint borász, aki örülne ennek, ha eltörölnék, nem merem azt mondani, hogy igenis töröljék el, mert nem tudok számolni a következményekkel, és azt gondolom, hogy vannak sokkal fontosabb pontok ennél, amelyek a borkultúrát kirángatnák a kátyúból, inkább én azokkal foglalkoznék. A borásztársaság azonban úgy véli, hogy az ittas vezetés ügyében Magyarország az Európai Unió legszigorúbbjai közé tartozik. Hazánkon kívül csak Csehországban, Szlovákiában és Romániában van még zéró tolerancia. A tagállamok többségében 0,5 g per literes, vagyis körülbelül 0,6 ezrelékes véralkohol szintig nem büntethetnek. Én nem tartom károsnak, de nem pálinkát, meg nem hullarészegre inni magát, hanem egy pohárból, vagy ami megfelelő mennyiségben engedhető. A kérésük elől eddig mindig elzárkózott a kormányzat, de most a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztériumban áttekintik a szabályozást. A magyar emberek erre nincsenek még felkészülve, úgyhogy a borászok és a papok is sajnos a munkájukat úgy végezzék, hogy vigye valaki őket haza. Mindig legyen valaki, aki hazaviszi őket. Fogadják el, hogy ez Magyarország, nem Németország. Németországban ez működik, Magyarországon soha nem fog. A magyar emberekben még sajnos benne van az a kultúra, hogy ha egyet szabad, akkor megiszom a másodikat is, mert nincs avval probléma, úgyhogy mi még erre nem vagyunk felkészülve. Az Európai Közlekedésbiztonsági Tanács azonban nem enyhítene, hanem épp szigorítana a szabályokon az Európai Unióban. Azt javasolja, hogy 2024-ben vezessék be a zéró toleranciát az unió teljes területén. Az ittas vezetés szabályozása ugyanis jelenleg országonként eltér. Regionális híreink következnek. Elindult a szüreti időszak Baranyában, nagyobb termést várnak idén, mint tavaly. Templom felújítások, keresztállítás, védjük meg a keresztény kultúránkat. Megkezdődtek a PTL gólyatáborai, a Pécsi Jogi Kar az első között szervezte meg gólyatáborát. Ünnepi keretek között püspöki áldással indult a szüreti időszak csütörtökön Baranyában. A szakemberek szerint a csapadék miatt nagyobb mennyiséget szedhetnek idén a szőlőtőkékről. Az eső azonban a betegségeknek is kedvezett, ezért az ellenálló fajták előnyben vannak az ültetvényeken. Zenével, beszédekkel indult a csütörtök az egyetem borbirtokán Pécsen. Az idei szüret kezdetét ünnepelték a Szent Miklós hegyen felállított keresztnél. A mi gondviselő úrunk, mindenek atya, jóságosan gondoskodik gyermekeiről, táplálja és megenyhíti őket, megáldja a földet,
hogy termést hozzon az életünk fönntartására. És ezért a gondoskodásért adunk hálát, és ehhez kérjük áldását, és a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek áldása szálljon erre a szőlőföldre, ezekre a tőkékre, ezekre a gyümölcsökre, most és mindörökké. Amen. Így áldotta meg az idei termést és a szőlőmunkásokat az egyházmegye püspöke. Az első fürtökből most préseltek a helyszínen a jelenlévőknek. Idén a csapadék duplája volt a tavainak, ez pedig kihívást jelentett a szőlő növényvédelmi munkáiban, mondja a Borászati Kutatóintézet elnöke. A kórokozók vagy a betegségeknek a támadása is sokkal intenzívebb volt, mint az előző évben, hiszen a párás, nedves közeg az mindig kedvez a gombáknak, a fertőzéseknek. De aki jó szakemberekkel és precíz munkát végzett a szőlőjében, az meg tudta idén is védeni. Tehát az első nagy vízválasztó az ez lesz, hogy kinek volt megfelelő szőlészeti és növényvédelmi munkája, az fog tudni jó szüretet idén bemutatni. Éppen ezért jók ilyenkor azok a rezisztens fajták, amelyeket a Pécsi Intézetben nemesítettek ki, tudtuk meg Madaras Zoltántól. A rezisztens szőlőfajtának az a nagy előnye a többihez képest, hogy a növényvédelme sokkal egyszerűbb. Ebben az évben, amikor a hagyományos szőlőfajtákat 8-10 alkalommal permeteztük, a rezisztens szőlőket 2 alkalommal. A másik nagy előnyük a korai szüret, hiszen idén is a pécsi nemesítésű Pinot Reginával, Kozmopolitannal és a Jászminnal kezdjük a szüretet. Idén 30%-kal nagyobb termést várnak a szakemberek a sok eső miatt, illetve a jég nem okozott nagyobb károkat, mondja az elnök. Fajtától is függ, mennyi lesz a hektáronkénti átlag. Ez 50 mázsától változhat akár 180 mázsáig is. A Keresztény Demokrata Néppárt arról határozott, hogy követve elődeink hagyományát, útmenti keresztek állítására és felújítására buzdítja mindazokat, akik ezáltal is szeretnék kifejezni békevágyukat. Ezen akciók a Fogadj örökbe egy keresztet és az Állíts egy keresztet a békéért elnevezést kapták. Új keresztet állít Gödre. Így csatlakoznak a Keresztény Demokrata Néppárt mozgalmához. A polgármester azt mondta, 2024-re készül el az új köztéri feszület. A település templomának újra szentelésekor mondta ezt Gelencsér Gábor. Még az akció hivatalos kihirdetése előtt indult el nálunk a keresztfelújítás gondolata, és ugyanez igaz az Állíts egy keresztet akciónál is. Baráti társaságommal egy kötetlen beszélgetés során artikulálódott az a gondolat, hogy állítsunk egy keresztet, és ezzel örömmel csatlakozunk a Keresztény Demokrata Néppárt kezdeményezéséhez, és állítunk egy keresztet a békéért 2024-ben teljesen civil kezdeményezésből, abszolút magánszemélyek finanszírozásában. Eddig 18 keresztet újítottak fel a településen. Az akció célja továbbá még az, hogy minél több modern keresztet állítsanak az utókornak, illetve templomokat építsenek vagy újítsanak fel, így védve a keresztény kultúrát. Erre kötelez minket a keresztény hitünk, erre köteleznek minket őseink, amit ránk hagytak, ránk bíztak, ezt az örökséget kell megőriznünk és átadnunk gyermekeinek, unokáinknak. Ezért van a határkerítés, ezért van megerősítve a határvédelem, ezért újítunk föl és építünk templomokat, és állítunk kereszteket, és közösségi tereket és parókiákat, plébániákat újítunk föl pont azért, hogy a közösség minél jobban és mélyebben és stabilabban megérhesse a keresztény hitét. Simicskó István, a Gödrei Római Katolikus Templom felszentelésének 250. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen elmondta, a magyar kormány támogatásával a Kárpát-medencében 3700 templomot újítottak fel, 200-at építettek, továbbá 2200 plébánia és közösségi ház, közösségi tér újult meg, illetve létesült 2010 óta. A Pécsi Tudományegyetem állam és jogtudományi kara volt az egyik első kar az idei évben, akik megszervezték leendő elsőéves hallgatóiknak a gólyatábort. A felvételt nyert diákokat augusztus 15-e és 17-e között várták a PTL Szalai László kollégiumában színes programokkal.
A záró napon a gulyák megismerkedhetek a kar különböző hallgatói szervezeteivel is, de számos vetélkedőn is megmérethették tudásukat. A hagyományokhoz híven a gulyatábort idén is szakest zárja majd. Vetélkedők, ismerkedése csoporttársakkal, a jogi kar bemutatása. Erről szól a gólyatábor, amit idén a jogászszakos elsősöknek tartottak a Pécsi Egyetemen. A gólyatábor megszervezése a kar hallgatói önkormányzati testületének feladata, akik fontosnak tartják kellőképpen tájékoztatni és bevezetni a hallgatókat az egyetemi életbe. Igazság szerint 110 fölötti gólya létszámmal megyünk, ami azt gondolom, hogy az elmúlt évek tapasztalatai alapján is egy nagyon jó szám. Programok terén a délelőtti programelemek általában egy kicsit nyugisabb, pihenősebb programok, mivel az előző estét azt azért valahogy fel kell még dolgozni a szervezetnek. Délutánonként általában pörgősebb programokkal készülünk. A többi gólyatáborhoz képest nem mondanám, hogy feltétlen nagyon más dolgokkal operálnánk. Mindenkinek megvannak a saját hagyományai a gólyatáborban, így nekünk is például a ma esti szakes programunk egy alapvetően hagyományos rendezvény, illetve mozzajlik a hallgatói szervezetünk bemutatkozása, ez is talán az AEK-s táborok egyik hagyománya most már. A gólyatábor utolsó napján a gólyák számos hallgatói szervezettel ismerkedhettek meg, melyek egyetemi életüket segíthetik. Bemutatkozott az AEK Óriás Nándor szakkollégiuma is, melynek célja, hogy a jogászképzésben az egyetemi követelményekhez és képzéshez többlettudást adjon a hallgatóknak. Nagyon röviden a szakkollégiumról azt kell tudni, hogy ez a PT AEK működő egyetlen szakkollégium, kari szervként működünk, és az a célunk, hogy az adott jogterület iránt érdeklődő legtehetségesebb hallgatókat egyfajta tudományos műhelybe tereljük, és hallgató társaikkal, oktatói segítséggel segítsük őket a szakmai fejlődésükben, az előre menetelükben, mert egy olyan kiváló szakmai közösség vagyunk, amit, ahol, hogyha a hallgató aktív szerepet vállal, olyan lehetőségei lesznek, mint különböző publikációkat írni, konferenciákon részt venni, konferenciákat szervezni, szakmai programokon részt venni, emellett pedig a közösségi tér is rendkívül fontos számunkra, borkostolókat szervezünk, filmesteket, tehát tényleg egy 20-30 fős szakmai közösség vagyunk, ahol elsősorban a szakmára és az emberi kapcsolatokra igyekszünk építkezni és támogatni, segíteni a joghallgatókat. A frissen felvételt nyert hallgatók számára a gólyatábor remek lehetőséget biztosít arra, hogy megismerkedjenek egymással és a karral, és annak szervezeteivel, illetve tapasztalatokat, tanácsokat szerezzenek felsőbb éves hallgatóktól. A jogászgólyák 110-en érkeztek a táborba, amit ezen a héten tartottak a Szalai Kollégiumban Pécsen. Végül mutatjuk legfontosabb Tolna vármegyei híreinket, még egyszer röviden. Gyereket bántalmazott a szexádi férfi, súlyos sérüléseket szenvedett a 12 éves fiatal. Több ezer adag ételt főznek naponta, Szekszárdon már a szeptemberi tanévkezdésre készül a helyi közétkeztetési cég. Zöldváros program, ütemterv szerint haladnak a munkálatok. Zéró tolerancia, a borásztársadalom 0,5%-es béralkohol szint alatt nem büntetné a sofőröket. Szombaton délelőtt változó vastagságú felhőzet melletti napsütés lesz ismét a jellemzőbb. Számottevő légmozgás nem valószínű. A késő délutáni esti időszakban elszórtan zápor is kialakulhat. Vasárnap kánikulával lehet számolni, sőt árnyalatnyi tovább fokozódhat a hőség. A jövő hét első fele sem ígér jelentős felfrissülést. Az addigi 32-37 foknál is magasabbra emelkedhet a hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!